Folytatjuk értékmegőrző híradásunkat. Mi is az a szuszék és milyen célt szolgált? Kérdeztük dr. Nagy Molnár Miklóst, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatóját. A szuszék szláv jövevény szó megvan a bolgár tájszólásban is, jelentése rekeszték, rekesz. A funkcióját tekintve szemes termény, gabona tárolására használt tárgy, az Alföldön inkább hombárként ismert, de az nagyobb méretű volt. A múzeumi tárgy érdekessége Palócföldről a gömöri fazekasok hozták be a főzőedényt, és innen pedig magvakat vittek benne. Azt mondják a nyelvészek, hogy ez szláv jövőjén szó, és hogy megvan a bolgár néhány tájszólásában is. Feltételezhetően ez igaz is, egyébként ez a szó maga a szláv nyelvben rekesztéket, illetve rekeszt jelent. És hogyha megnézzük, hogy ugye mire használják, az a funkciójából jön a név. Ez tulajdonképpen szemes terményre, gabonatárolására használt tárgyról van szó. Itt a kiállításban ez egy láda, egy kis láda. Tulajdonképpen ugye itt az Alföldön inkább hombárként ismert, de az nagyobb méretű, jóval nagyobb méretű, és az bent a házban, a kamrában volt elhelyezve. Ez is csak ez kisebb, és ez már inkább kisebb magoknak volt. Ami az érdekessége, és amiért érdemes, hogy ez ide került, és miért is lehet szláv is, nem itt készült, ugye fából van, ez is mutatja. Ezt a palócokról, a Palócföldről hozták le. Tehát a gömöri fazakasok, amikor hozták a főzőedényt magukkal, akkor hozták ezt a ládát és a szuszékot is. A motivum egyébként azokról a tudós kutatók már több mindent kikutattak, hogy milyen motivumok, mi mit jelent a ládán, mert hogy nem öncélú karcoldíszítésekről van szó. Inkább mondhatnám úgy, hogy régi helyeken van, kiállításokban, vagy pedig az új olyanoknál, akik új gyűjtők, és a lakásukban hagyományos eszközöket gyűjtenek, akár a 10. emeleten a panelben, oda is elvisznek egy ilyet. Vannak szuszékkészítő műhelyek, ha valaki beüti a Google-ba, akkor magát a szót, hogy szuszék, akkor kiadja, hogy ki az, aki szuszékot farag, illetve a régiek alapján készít ma is. Ma is megfelelő funkcióval lehet használni, akár ruhaneműt lehet benne tárolni, nem csak magvakat, sőt már nem magvakat, vagy akármit. Tehát egy láda, egy értékeinket is benne tarthatjuk. Van olyan, amelyik koporsóra hasonlítható, tetővel van ellátva, hogy könnyebben szállítható legyen lóvon vagy szamáron. Többféle változata van. Van olyan, amelyik ilyen koporsóra hasonlító tetővel van ellátva. Ugye azt mondták régen, hogy az azért volt, hogy a ló hátára, illetve a szamár hátára könnyebben fel tudják rakni. Tehát ezért is terjedhetett itt el az Alföldön, illetve az egykori nomád népek utódjánál, ugye a kunoknál, hiszen a kunok is ládákban hordták az eszközeiket, nem voltak nagy bútoraik. A szuszék könnyű, szétszedhető, zsilip technikával össze lehet rakni, helykímélés miatt hozták magukkal, mert így könnyebb volt bepakolni a szekérre az árut. Ez a láda szétszedhetős. Tehát a négy oldalsó részén zsilipek vannak, tehát nútok vannak, és abba lehet ezeket a deszkákat belerakni, és akkor ilyen zsilipelt technikával össze lehet rakni. Hát ez ugye a helykímélés miatt volt, hogy ugye hozták magukkal, akkor könnyebb volt bepakolni a szekérbe, könnyű volt szétszedni, összerakni, és akkor úgy tudta mindenki maga használni ezt az eszközt. A gömöri főzőedények vizes korsók is könnyűek, hogy hordozható legyen. Fontos volt a gabonatárolásra, és ugye pont azért hozhatták fentről, felvidékről, onnan tudjuk, hogy Gömör megyében rengetegen készítettek, rengeteg szuszékkészítő hely van, tehát a Palócvidékről, ugye fa is megvolt hozzá, tehát amikor hozták az edényeket, a főzőedényeket, hiszen az Alföldi nem volt alkalmas főzésre, akkor ugyanazok a fazakasok hozták ezt is, és innen megvitték föl a búzát.
Az oldalán lehet megfogni és úgy megemelni. Vékonyan gyalult deszkából áll, ezért könnyebb a karcagi festett bútoroknál. Ez egy nem olyan nehéz. Pontosan ezeknek az eszközöknek az a lényege, hogyha hordozható és nem beépített, hogy könnyű legyen. Hiszen a nagy gömöri fazekakat is, ha megnézzük, kézbe vesszük, az 50 literest, az nem nehéz, meg a vizes korsó sem nehéz, mert ha még vizet is teszünk bele, meg ételt is teszünk bele, akkor már nem tudjuk megemelni. Tehát ez sem olyan nagyon nehéz. Nem kell hozzá kisportolt erős ember, hanem adott esetben egy asszony is meg tudta fogni. Ugye fogója nem nagyon van az oldalán, tehát azért úgy meg lehet emelni. Úgyhogy ez vékonyra gyalul deszkákból van, tehát azért nem vastag. Úgyhogy könnyebbek, mint az itt használatos festett bútorok.